hagyatékba kaptam egy kést, csak ki volt törve a nyára, kicsit beleütöttem. Az asszony megérigőzte attól, a YouTube-on van egy azerbajdzsáni asszony, az így vágja, nem darálják ezek a húst, hanem aprítják, meg így meglapogatják. Ilyen nagy bárszerű kése. Aztán mondom, csinálok neki egy hasonlót, hát ha megjön a kedve a főzéshöz. Már most vágtunk egy nagy hizót, nem tudom, látta, de mondta a barátom, hogy megcsinálja nekem, aztán én még mire megnéztem a viharkárokat, meg átgyújtottam a kájakat addigra, megfogta, levágta, aztán ma szerintem meg is van tisztítva. Illetve hát a lánya jöttek ki, mert vittek haza egy szekrényt, amit kaptam ilyen hagyatékból, mert megtetszett neki. Aztán itt volt az 5-6 liter baracpálinka letisztázatlan. Aztán, hogy ezt elfelejtettem, megkóstoltam, azt mondtam neki, hogy ez teljesen fölösleges letisztázni, mert ez így jó, lehet, hogy azzal csak elbaszolni. Aztán most betettem ide az ambulanciára, látod? Ez rossz, mert ez még, hogyan mondjam, lelevegősödik. Van még mára elég lesz védekezésképpen, de lelevegősödik. Aztán nézd meg, beoltam ide fát, ide rosszabb. Közben levittem a tüzetet, na várjál neki, hogy jönnek is lelegít. Mosrattam rá. Aztán látsz, hogy már akkordott a kéményemet. Ez egy fűszfa nyárfa, most ezek vannak. Most látsz, hogy még ezért megcsiszulom, mert akkor azt hiszem majd, hogy így. Megkukantottam a nesztet, látom valami pszichológus nő hozzátok. Elemzik az agyamat. Ez egy jóga szakértő volt, mert jógász módon köszönt el. Igen, én nem tudtam azt megfejteni, de éreztem, hogy valami ilyesmi. Vigyáznak a Jani bácsi kezére, meg a szemére, hogy ihaj, nézd ide. De itt már nem mondom meg az úriembernek. Vagy a bútba veszi, vagy hozzáfér, legyen az az ő magánügye. De nagyon hatásos, szép kesztyűt. Van benne saválló, vizálló, fémfogásra való, vegyi anyagra való. Mind annyira vigyáznak az egészségemre. Csak levaludtam az éjjel, már olyan vihar volt, hogy egész éjjel csesztette a poliesztert, ott ugye a ház oldalahoz van építve a tetőszerkezet, és vezeti a hangot is, és ezáltal olyan zaj volt, hogy csak forgolódtunk első feleségemmel. Aztán reggel jöttem, nem mondom, viharkár. Hát mi volt az első viharkár? Hogy a szabadság kék madarát tokozatos, úgy lenyomta oda a traktor elejébe, hogy közben kapott egy gerlert a tetőn, úgyhogy mit tudom, mert 20-30 sündővel le kell majd javítanom, cserélnem. Újra kell fundálnom az egészet. 50 kilót betonkarikát, a madar, nagy volt a szélnyomás, belekapott a nagy testfelületbe, levágta oda. Röstellem, meg szégyűlöm, de átfundálom, meg fogom csinálni. Nem ültek. Az az igazság, hogy ezeknek a 100 éve ötött beton konzuloknak nem látszott ki a középső centrum vasallása, mert valami folytán bontáskor azt levágták belőle, így nem tudott a felső koszorúba belekötni az a három láb, amilyen a madár be volt ragazdva. Ez van! Szabadság kék madara len van a földön a traktorgumi előtt. Az a törthetetlen
Blue Galaxy, kék, kaliforniai granit, és több felé összetörött, mert ott a traktoráról meglátott. Jár így az ember, túléljük! Csak idő ezeket rekonstruálnunk kell. Szóval itt az emberi jóság, hoztok nekem egy csomó, féltik a szememet, látod, hogy amikor fükaszázok. Ja, még napszemüveg is vagy, hogy ha tényleg ficsur leszek, akkor fel tudjam tolni a homlokomra. Ez azért van. De mondjam azt, mikor látták, hogy flexelek, akkor meg küldtek egy bontatlan csomag vasvágó korongot. Hoztam. Van a traktorán is összefüggve. Ez egy sovány kis anyadisznó volt, amit levágtunk. Hát már nem más a teherben mondom, akkor a jövő héten meg levágjuk az öreg disznót. Aztán a 20-án le lesznek kinekszózva, azt a 3-at meg majd január közepén. Az a probléma, hogy ugye de én felhordtam 11 méterre betont, csak ugye 3 ilyen oszlop tartotta ezt a keretet, ami egyébként be van vasalva, csak látszik, hogy ebben nem lógott ki ez a vas, amit itt látsz. Látod? És emiatt akkora szél volt, hogy ezt a dögöt, ami cirka 40 kiló, ebben meg együtt meg 56, mert ez sem egy könnyű fajsúlyú dolog, ez a gyémántcsillámos Blue Galaxy. És ide, ott kapott egy gerlest, a háztetőn, és akkor ide. Hát ezt így már nem tudom fölvinni. És ezt is itt a parasztmérnöki agyammal ki kell találni, mert szóval hogyan csinálom meg. Mondom, nyugodt lesz benne, hogy megcsinálom. Kivágok az erdőbe 6-7 méteres vékony, de erős akászat, de így megszédül az ember, hogy megy a felhő és néző fölfelé. De most az van, hogyha két oldal odadrótozok meg, madzagulok, két oszlopot, arra fölteszek egy csigát, azon föl tudom húzni, és ha előtte egy sablonnal kiképzem annak a háromszögnek, annak a három oszlopnak a térmértékét, akkor fölhúzom, és egy 5 centiméter ráengedem, egy kicsit mélyebben, mint ahogy volt, mert itt ezért tudta levenni. Ez az 1 centi ráragasztás kevés volt, óriási vihar volt. Ez van. A traktor működik? Nem próbáltam azután már más dolgot. Na nézd, erről beszéltem, hogy ezeket a köveket már hordom ide föl. Aztán ezek letisztulódnak, és akkor ezek mérnek pofás felével kifele nyilván. Most itt már megfogozom. Megmutatom a hízót. Őt is felom, de hát az ember ilyen korban beszekélnek, meg szokni akarnak. Sakál, toportja. Arany sakál? Sakál. Hát ez toportja. Mondják, neten láttam, hogy most meg pumát láttak valahol azt. És elvitt egy kis malacot? Én nem találom, hiányzik. Egyet azt hittem, elbújdáztam. Hát úgy van valaki. De nem már bármi. De nem úgy van. Kocsonya. Jó lenne már kis kocsonya. Vágtunk egy malacot is, még mielőtt a másikat, mert igazság az, hogy nem rontja el ez a káposztát, érted? Mert olyan büdös gázolajszaga lenne, akkor nem is vágtam volna le. De nem lesz ez rossz. Meg a barátom is megenném, akkor miért?
ott jön ezt a lejött, ezt a cserepet pedig megindította, de még nem esett. Kicsit, mikor ma nem gémberennek meg az ujjaim, akkor majd megjavítom. Ott meg legalább. Gyere be, Zoli, egy adomásra! Ha jó, Karinka!